Imáron másodszor állunk itt a Pitypang óvodában átadó ünnepséget tartani. Legutóbb 5 évvel ezelőtt adtuk át az akkor épült új foglalkoztatókat és a tornaszobát, melyben most tartózkodunk, és most újabb 2 csoportszobával bővült az intézmény. Akár hiszik, akár nem, Budakeszi az ország 3 reménycsillagának egyike. A legfrissebb felmérés szerint ugyanis mindössze 3 településen haladta meg a születések száma az elhalálozásokét a tavalyi évben. Ezek közül Budakeszi az első a névsorban. Nagy igyekezettel dolgozunk tehát azon, hogy lépést tartsunk ezzel a tendenciával. Az sem véletlen, hogy itt a nyugati városrészben összpontosultak a fejlesztések, hiszen a lakásépítések száma is kiemelkedően magas. Ezért avathattunk új bölcsődét 2 éve, de szinte karnyújtásnyira fog kinőni a földből az új általános iskola, és a tanószoda is a jövő év végéig, itt a szomszédos területen. Jelen óvodai beruházás tervezését mi 2003-ban kezdtük el a Közép-Magyarországi Operatív Program pályázatunk támogatására, melyen 50 millió forintot nyertünk, ezt 17 millióval kiegészítve önrésszel valósulhatott meg a 2 csoportszoba, mely 50 gyermek elhelyezését biztosítja. Teljes egészében megújult a konyha, mind a 2 szinten. A csupasz tartó falakon kívül minden újra kellett építeni, hogy a jogszabályi feltételek mellett az elvárható színvonalnak is és a megnövelt létszám ellátására is megfeleljenek. Bővítettük a játszóudvart, és a kert átrendezésével biztosítható minden gyermek számára a szükséges szabadon töltendő foglalkozás. Pályázunk továbbá a régi épületrész elmaradt energetikai megújítására is, mely az épület hőszigetesen kívül a teljes fűtési rendszer kőszigetelését is megoldja. A visszajelzések szerint még ebben az évben megkapjuk a támogatást erre a feladatra is. Amikor tájékoztattam a környékbelieket arról, hogy építkezés lesz az óvodában, a szemben levő épület egyik lakója, egy nyugalmazott honvédtiszt azonnal felajánlotta, ha kell jön, segít, csempész, padló terít. Alig győztem elmagyarázni, hogy ma már ez nem így megy, közbeszerzési eljárás, e-napló, pályázati felügyelet, minőségbiztosítás, meg annyi szigorú szabály keretein belül zajlik a megvalósítás. De nagyon jó érzés volt tudni, hogy mi él még az önzetlen segítség, szándék és a honvéd becsület. Ezúton is köszönöm a felajánlást, úgy vélem lélekben velünk volt ő a munkák során. Köszönöm a környékbelieknek, a csendes többségnek, akik megértéssel viseltettek a kivitelezés esetleges kellemetlenségeinek elviselésében. Köszönöm a polgármester hivatala dolgozóinak az előkészítést és a munkafelügyeletét. Köszönöm a döntéshozók bölcsességét a pályázat támogatás lehetővé tételében. Köszönöm a BVV Kft. Közreműködését, akik ha kellett azonnal helyt álltak. Köszönöm a kivitelezők igényes munkáját és a műszaki ellenőr segítségét. Ő volt az, aki nagyban segített áthidalni a nehézségeket, hiszen tudják, átépítés során általában kiderül, hogy a válaszfalat a régi vízvezeték tartja. Így sem volt ez másképp. És köszönöm az óvodavezető asszony segítségét, figyelmességét és az aprólékos munkáját minden egyes lépésnél. És persze köszönöm a szülők végtelen türelmét, akik szeptember óta nyilván tűkön ülve várják ezt a pillanatot, amikor át lehet venni a csoportszobákat. Kívánom, hogy használják a megújult óvodát egészséggel és nagy vidámsággal. Síró, vigyogó, lepsi, alapjogó!
Nagy öröm itt lenni önök között, és nagy öröm mindig Budakeszire jönni, és hála az Istennek egyre sűrűbben van alkalmam, lehetőségem idejönni. Persze túl azon, hogy az irodám is itt van, de most nem erre gondoltam, hanem valamiféle eseményre meghívást kapni. Számtalan ilyen van hetente, több is alkalmanként, és ez azért van, mert a budakesziek valahogy úgy érzik, hogy tenni kell valamit, tenni kell a jövőbe investálni, és nem csak anyagi javakról van itt szó, hanem egy olyan közösség látszik itt, egy olyan közösség dolgozik Budakeszin, akik ezt a települést magukénak érzik, és úgy gondolják, hogy ennek a településnek mind szellemileg, mind anyagilag fejlődnie kell. Nem olyan régen, vagy hát ugye gyorsan megy az idő, nem olyan régen volt, amikor itt a szomszédban alapkőletétele volt egy bölcsődének. Nem olyan régen volt, amikor itt ebben az intézményben is egy fejlesztést ünnepelhettünk. Nem olyan régen volt, amikor a főutca projekt, a teljes felújítás megtörtént. Nem olyan régen volt, amikor az új városháza került átadásra. Tehát itt Budakeszin látszik az, hogy fejlődik a település, és még egyszer mondom, ez egyrészt az itt élőknek az eredménye, elsősorban az ő eredményük, de azért ehhez mindenképpen kell egy olyan nagyon rátermett városvezetés, amelyről nyugodtan mondhatom, és talán nem lesz sértődés a régióban, hogyha azt mondom, és ez meggyőződésem, hogy az egyik legjobban vezetett, ha nem a legjobban vezetett település, legalábbis itt a mi választókerületünkben, a mi régiónkban. Úgyhogy ehhez mindenképpen szeretnék gratulálni polgármester asszonynak, és rajta keresztül az egész testületnek, a hivatalnak, és még egyszer Budakeszi minden egyes polgárának. Azzal, hogy itt ez a beruházás most megvalósult, ez azt jelenti, hogy 50-nél több ilyen kisgyerek jöhet ide önökhöz, tanulhat itt, játszhat, fejlődhet ilyen vidámon, mint ahogy ezt láttuk. És az számomra külön érdekes volt, ahogy intézményvezető asszony mondta, hogy a két új csoportnak Bárány és Lovacska lesz a neve, vagy jele. Én nem tudom, hogy ez egy tudatos választása, vagy pedig a véletlen műve, vagy valami tudatalatti munkát, de ebben nekem rögtön az jutott eszembe, hogy a bárány az a kereszténységet, a lovacska az meg végül is a magyarságunkat jelképezi. Én nagyon örülök ennek, akár véletlen, akár nem, de hogyha ez a szellem, ez itt akár tudatosan, akár tudatalatt munkál, az mindenképpen azt jelenti, hogy van jövő, amit meg itt szintén most hallottam. Először meg kell mondanom, hogy Budakeszi ezek szerint az országban az első helyen áll a születés-halálozás arányszámban. Ahhoz meg külön gratulálok a polgároknak elsősorban, mert azért ehhez ők mindenképpen kellenek, de ez azt is jelzi, hogy egy olyan településen, egy olyan régióban, és nem utolsó sorban egy olyan országban élnek, ahol úgy gondolják, hogy van jövő, ebben bíznak, és ehhez a jövőhöz, erre sok-sok kis emberre, akit most itt láttunk, erre szükség van. A kormányzat a maga részéről ehhez, amit tud, azt hozzáteszi, részben a családtámogatásokon keresztül, részben az ilyen intézményeknek a bővítésének a támogatásán keresztül. Hozzá kell rögtön tenni, és alá kell húzni, hogy a közép-magyarországi régióban, ahol mi élünk, tehát Pest megyében, Európai Uniós forrás az ilyen fejlesztésekre gyakorlatilag nincs, tehát ez is kormányzati pénz van, magyar emberek
adóforintjaiból valósult meg, de pontosan tudjuk, hogy itt csak ebben a kis Budakeszinek ebben a kis körzetében azért itt hamarosan egy új iskola fog épülni, a legújabb hír az, bizonyára értesültek már polgármester asszonytól, hogy valahol arra felé, ha jól mutatom, akkor egy vadonatúj tanúszoda is létesül hamarosan, úgyhogy a kormányzat érzi, látja, és a legmesszebb menőkig támogatja Budakeszi további eredményeit, fejlődését, és ehhez kívánok önöknek sok sikert, az itt dolgozóknak nagyon jó munkát, és még egyszer köszönöm szépen azt, hogy ilyen gyerekeket nevelnek. Az óvodánk az két új csoportszobával bővült, ez 50 férőhelyjel növelte meg a kapacitásunkat, és konyhatechnológiai felújítás is történt, a teljes tálalókonyhánk felújításra került, illetve a konyha is bővült. Bővültek az udvarrészeink, és hát, hogy mit jelent az óvodának, nyilván egyrésztről 11 csoporttal fogunk működni, így tulajdonképpen egy mamut intézményé váltunk óvodai tekintetben. Az egy más feladatot jelent, egy más összefogást kell nekünk működtetnünk, mint egy kisebb méretű óvodában. De mi úgy gondoljuk, hogy ez egy teljesen járható út, hiszen a gyermekek, akik ide beérkeznek, ugyanúgy csoportokba érkeznek, és ugyanúgy az óvodők szeretettel várják őket. Mi magunk pedig örülünk annak, hogy többen vagyunk, több félék, több feladatot tudunk ellátni, több módon tudjuk megközelíteni a gyermekeket. Ez most azt jelenti, hogy 50 gyermekkel több fog ide járni, vagy hogy a meglévő gyerekek kisebb csoportokban több helyszínen tudnak foglalkozásokon részt venni? Igen, hát törekszünk arra, hogy egy csoportban 25 gyermeknél több ne kerülhessen, és most azért lehetőségünk lesz arra, hogy ezt biztosítsuk. Tehát ugye ebben az évben 137 gyermek iratkozott be az óvodánkba. Szerencsések voltunk, mert körülbelül így az 50 férőhely bővítéssel volt 150 férőhelyünk, mert voltak gyermekek, ugye körülbelül 100-an, akik ugye elköltöztek. Tehát így még vannak szabad férőhelyeink, tehát most nem működnek 25 fővel a csoportjaink. Hát, de egyébként azt jelenti, hogy 11 csoportban 11x25 gyermek fog tevékenykedni. Tehát ez 275 gyermeket eredmény, az eddigi 225-tel szemben. Több óvodapedagógusra is szükség van? Igen, 6 fővel bővült a pedagógus állományunk a bővítés miatt, illetve szeptembertől még 4 fővel bővült, mert óvodapszichológust, gyógypedagógus és 2 logopédus az, aki segíti a szakmai munkánkat. Tehát így összesen 10 fővel, illetve 3-an nyugdíjba mentek, tehát változtak is, úgyhogy bőséges személyi változásokon vagyunk túl.